Kívánok, hölgyeim és uraim! Ez a kommentkér, melynek keretei közt önök Facebookon kérdéseket tesznek föl nekem. Én pedig megölöm az első fekát és a pomponos lányt, aki fent próbál elbújni a padláson. Szirmégegely tudja, hogy kell megalapozni a karácsonyi hangulatot. Nos, üdvözlök mindenkit, ez itt a Comment 2 karácsonyi különkiadás K2. Ahogy láthatjátok, én már ajándékokkal vagyok felszerelkezve, ezt a sapkát egy lánytól kaptam, akinek sajnos a nevét nem sikerült elkapni, csak a sapkáját mondok onnan, ezt a maszkot a tesóm barátaitól kaptam, ezt a pólót egészen Angliából Cséplő Péter küldte nekem, és a háttérben láthatjuk, hogy Martinek Anditól még a Game Day iroda is kapott egy crispy bacon seggű malacot. Erősen militarizált, úgy gondolom. Úgyhogy a hangulat már adott, nagyon köszönöm mindenkinek az ajándékokat, ne felejtsük el, hogy special effects are just tools, és most kezdjünk bele a kérdésekbe. Farkas Alex, Alex Farkas kérdezi, mind a kettő teljesen korrektül hangzik, legyél szuperhős. Melyik fajta karácsonyra készülődő emberek csoportjába tartozol? A mindent időben elkezdős, ráérősen készülődős, vagy a mindent az utolsó pillanatra hagyós. Nos, ebben az évben megpróbáltam megint mindent hamar elintézni, neten rendeltem be mindent, de sajnos nem sikerült még most is hajkurászok pár kiegészítő ajándékot. Az a helyzet, hogy úgy jöttem rá, hogy bármennyire is próbálja meg az ember, mégiscsak amikor a karácsonyi hangulatba kerülsz, akkor jössz rá, hogy még milyen ajándékok kellenek, arra pedig nem lehet ráhangolódni novemberben. Novák Szilvia kérdezik, melyik tipikusnak számító karácsonyi filmet nézed meg minden évben? Nem ciki, mi is mindezt tesszük. Nos, nekem a családomnak nincsen tipikus karácsonyi filmje, mi minden évben mindig válaszunk valami újat, ami kellemes, lágy, nem annyira mélyen elgondolkodtatós, de azért még nem láttuk és érdekel minket. De én azt hiszem, hogy sajnos idén Woody Allen lesz belőle valami, amitől én nagyon szenvedek. A varázslatos, holdvilágos éjszakán egyszer csak csillámpor hullott a szemembe kettő, azt hiszem a címe. Már most előre nem akarom látni. Varga Botont kérdezi, hogy áll a Simonos projekt, teljesen jogos. Én lustáltam el egy kicsit az utóbbi időben ezt a dolgot. Simon abszolút benne van, úgyhogy remélhetőleg még mindig így találom, amikor ráírok az ünnepek után. Most már aztán tényleg, na már, ha már, én értem. Varga Zsolt kérdezi, volt már... Varga Zsolt kérdezi, volt-e már olyan film, amin elsírtad magad? Ha igen, melyik volt az? Nos, ezt már megválaszoltam, a top 10 legfontosabb film az életemben, videóban, de az utóbbi pár évben, amire emlékszem, az a Big Fish volt mindenképp, illetve az apnak a bevezető szakasza. Az messze túl kemény. De azért leszögezném, hogy ha bármilyen könnyű is pereg az én szememből, az már lefelé az arcomon elkezd súlyokat emelni és sört inni, majd visszamászik, mert azért hagyjuk már a francba ezt az egész hülyeséget. Börzsei Dávid kérdezi, kedves Szirmai úr, betetszik én majd ruházni a szürke 50 árnyalatára, illetőleg fogunk-e kritikát hallani róla? Nos, mindenképp remélem megkapom karácsonyra, by the way, ez volt az egyik legrandomabb karácsonyi ajándék kívánságom, szerintem valaha, de remélem megkapom a szürke 50 árnyalatát karácsonyra, azt elolvasom, és utána jöhet a film, fel vagyok készülve, remélem mindenre, meglássuk. A komment végére engedelmeddel egy nagyon low budget szóviccet beszúrnék, a virágnak vannak szirmai. Ennél azért hallottunk már jobbat. Egyek vagyunk mind, szórjuk a szabadság szirmait. Gáspár Kristóf kérdezi, Mákos vagy Diós Begli, Mákos Begli Master Race. Bognár Tünde kérdezi, hogy kell Excelben ilyen függvényt kezelni, sürgős 5 percet van rá. Oké, fogod a Google-t, fogod az Excel-t, megnyitod, és mi a faszom az az ilyen függvény? Magyari Sebestyén kérdezi, mit tennél egy gépfegyveres majommal, aki egy militarizált páncéldisznó lovagol? Nos, szerintem pólóra raknám. Baromi jó dizájnnak hangzik most, hogy így mondod. Köszi az ötletet. Szia Gergő, az én kérdésem az lenne, hogy jártál-e már Erdélyben? Abszolút, persze, imádtam ott kirándulni. Tervezed el, hogy a közeljövőben ellátogatsz ide, hogy az itteni rajongókkal találkozhassál. Nos, mindenképpen ez már sokkal nehezebb megoldani, mint egy magyarországi nagyvárost, nyilvánvalóan. De mindenképpen össze szeretném hozni, már kolozsváriakkal beszéltem arról, hogy esetleg ebbe a régióba ellátogatnék, természetesen nem ugyanaz a két téma, de egy ilyen hosszabb utazás, road trip keretei közt lehet, hogy egyszer sikerül összehozni, én nagyon-nagyon szeretném, mert baromi jó móka lenne szerintem. Az Illuminati rend kérdezi, mikor kívánsz csatlakozni hozzánk? Hallottunk világuralmi terveidről, amik mind tök jók, de ha nem csatlakozol, akkor ki kell írtanunk a seregedet.
Viszont, ha csatlakozol hozzánk, együtt megállíthatatlanná válhatnánk. Na, mit választasz? Csatlakozol hozzánk, és közösen uraljuk a világot, vagy nekünk kell eltörölnünk a műsort június vagy július környékén? Nem szívesen tennénk. Nos, visszafordítanám ezt a kommentet, kedves Illuminati rend. Azt hiszem, hogy eljött az idő erre a felfedésre. Nézzetek szét a saját soraitok közt. Alright. Szerintem erre válaszolni fog egy pár tagotok. Ó, igen. Minden ott vagyunk. Mi sétáltatjuk a kutyátokat. Mi hozzuk ki a Big Mac menütöket. Mi bridgezünk esténként anyukátokkal. Mi alszunk az ágyatokban. Mi eszünk a tányérkátokból. Mi isszuk meg a milkséketek. Hír Luminati. Mi vagyunk a színfalak mögötti színfalak mögött. Meg ne lássunk még egy ilyen kommentet, oké? Sellei Miklós kérdezi, amikor te külföldre utazol, külföldre, akár Észak-Korea, Ukrajna, USA, olyankor te utazási iroda által? Ha igen, melyiket? Vagy magad szervezed, megkeresed ki az akciós repülőjegyeket, stb. Mit tudsz tanácsolni a hasonló kalandvágyó szerkesztőségi tagoknak, akik ugyancsak beszeretnék utazni a világot? Nos, Észak-Koreában egyébként gonosz klón volt, én magam Kínában voltam csak, de így az utóbbi napok tapasztalatai alapján. Lehet, hogy át kéne néznem oda, nincs ott minden rendben. Nos, én mindig magam szervezem az útjaimat, illetve mindig azzal az emberrel, akivel együtt utazok. Ehhez mérten olyan tippeket tudnék adni, ami rendkívül alap, talán mindenkinek eszébe jut, de nagyon-nagyon fontos. Több hónappal előre meg kell venni a repülőjegyet, el kell köteleződni kőkeményen, mert úgy tudsz igazán sokat spórolni ezen. Mindenképpen hosszabb távra tervez, hogyha nagyon messze mész, mert úgy tudod kiszedni a legtöbbet az élményből. És hogyha az országot jól választod meg, körbenézel, hogy ki, hogy áll mostanában, akkor kifejezetten olcsón tudsz nagyon-nagyon sokat ellenni egészen fantasztikus helyeken. Minden esetre ennél többet nem is mondok, tavasszal jön az utazó csatornám, ami a diplomamunkám lesz, nem kell megijedni, nem spin-offolunk megint, egyszerűen csak úgy gondoltam, hogy ebből fogok diplomázni, amit együtt így kialakítottunk, úgyhogy ezen az utazó csatornán fel lesz rengeteg anyag azzal kapcsolatban, hogy én hol milyen országokat szerzek a szerkesztőség diadala érdekében, és ott már minden ilyenről beszélünk. Kovács Norbert kérdezi, szerinted nem közhelyes a szilveszteri kötelező bulizás? Engem alapvetően nem zavar, én nagyon szeretem, hogy van egy olyan nap, amikor mindenki bulizik. Semmi más dolgod nincs, csak megvan a lehetőséged rá, hogy ezer nagyon jó parti közül válasz. Én ezt nagyon szeretem, mindenkinek nagyon jó a hangulata ilyenkor. Úgy általában, hogyha az ember nem szeretne menni bulizni, akkor ne menjen el, ne érezze rosszul magát emiatt, de szerintem semmi sem kötelező. Viszont érdemes megragadni az alkalmat, hogy egy rakás cimborával, akivel talán hónapok óta nem tudtál találkozni a vizsgái miatt, azzal most össze tudsz futni, és elteázgatni. Varga Zsombor kérdezi, szereted-e a Pudani Masszívot? Melyik a kedvenc magyar együttesed? Jelen pillanatban az... A kölcsönnél nálam állnak sorban a bank. Sajnáltatom magam a magamat. Hazabeszélek, tudom, ez van. Ez van, nem tetek róla, ez van. Bicsérdi Bence kérdezi, hogyan kell csajozni, vagy te hogy szoktad csinálni. Nos, van egy tuti tippem számodra. Legyél internetes videó készítő, attól egyszerűen csak mi? Te tényleg a YouTube-ra csinálsz videókat? Hova tűnt az összes ruhám? Hát ez van. Abszolút így működik. Végül pedig talán a legfontosabb karácsonyi kérdés, Molnár Brigitta kérdezi, számodra mennyire fontos a karácsony, tényleg át tudod élni a hangulatát, vagy csak egy muszáj ünnepnek tartod? Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem az ünnep maga az nem determinálja, hogy az embernek milyen a hangulata. Nekem van olyan szerencsém, hogy kifejezetten jó a kapcsolatom a családommal, úgyhogy én nagyon szeretem a karácsonyt. Egy rakás munkamániás vagyunk, és akkor ilyenkor így mindenki hátradől, és röhögünk, tévézünk, és eszünk, és alszunk rengeteget. Szerintem ez teljesen jó, és számomra erről szól a karácsony. Nyilván mindenkinek más fajta élmény kötődik hozzá, valakinek akár negatív is, ezért én sosem nézek rossz szemmel arra, aki esetleg utálja a karácsony, de szerintem teljesen oké, hogyha valaki egyszerűen csak elmerül ebben a irgalmatlan kalória áradatban. Minden esetre most így a szerkesztőséggel is kifejezetten karácsonyi hangulatom lett, ennek úgy jó 50%-a a sapka, a másik 50%-a pedig az, hogy tökre lelkes vagyok, hogy idén már szentestén is 24-ére tudok nektek valami kis videót összeácsolni, hogyha éjszaka lefekvés előtt akartok valamit nézni, akkor mi is azért össze tudjunk karácsonyolni. Szerintem ez az együttlét talán a legfontosabb az egész dologban, és nem is kell ezt igazán túlmagyarázni. Én és a mentőautó ezért szeretnék nektek nagyon boldog karácsonyt kívánni. Nos, ennyi volt már a karácsonyi kommentket külön kiadáska. 2. Én Szirmai Gergely voltam, és nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok minden egyes szerkesztőségi tagnak. Töljetek neki ezerrel, és gyertek ide! Special effects hug! Oh my god, it's laser!